Ha nem is az NB3 megnyerésével, de a Szeged futballcsapata feljuthat az egycsoportos NB2-be, Nyilaslek vezetőedző irányításával az építkezés nem áll meg, lesz új stadion, és a végcél a legutóbb 2000-ben átélt élvonal Szegeden. A szisztémáról beszélgetünk a trénerrel, akit egykori Fradi játékosként kérdezünk az FTC Európa Liga sorsolásáról is, amely máltai ellenfelet hozott, utána pedig horvát rivális következhet majd, ha tovább jutnának a zöldfehérek. Nyilaselek tehát, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Az év elején, amikor nekiindultatok Szegeden a bajnokságnak, akkor mi volt a célkitűzés? Ez kötelező volt ez a feljutás? Hát óvatosan fogalmaztunk, hiszen a balul sikerült osztályozó mérkőzés után teljesen átalakult a csapatunk. 14 játékos távozott akkor a nyár folyamán, és valóban mindent az alapokról kellett kezdeni. Kevés játékosunk volt, és azt mondhatni, hogy így az akadémiával karöltve tudtunk egy olyan kerettel nekivágni a bajnokságnak, ami ugyan adott okot bizakodásra, de tudtuk, hogy nagyon nehéz és hosszú út lesz. Hát bizony, a sorosság meg legyőzhetetlennek is bizonyul, de miért? Mert hogy Kisfradi, vagy te gyengültél el, hogy a fiad ellen kell játszani, vagy vezényelni a csapatodat, az miért nem sikerült? Nem, hát gyakorlatilag azért, ha jól megnézzük, akkor a Soroksár azzal a csapattal kezdte el az NB3-as bajnokságát, amelyikkel az előzőt megnyerte, és az osztályozón bukott el ugye a Cegléd ellenében. Tehát mondhatni úgy, hogy egy kész csapattal vágtak neki a bajnokságnak. Ebben mindenféleképpen egy 6 hónapos előnyre tettek szert, hiszen mi akkor még csak toldoztuk-foldoztuk a dolgokat, és ugye a nyár úgy telt el, hogy azért voltak nehézségeink. Most már az e-csoportos NB2-es részvételetekről tényként beszélhetünk, mert éppen tegnap olvastam a Nemzeti Sportban, hogy még nem biztos, hogy melyik lesz a 16. csapat, hogyha a licensz elfogadásokat végignézzük. Ti hogy tudjátok? Hát én úgy tudom, hogy hivatalosan is megérkezett a labdarúgó szövetségtől a felkérés, úgyhogy én ennek tudatában készülök, hogy készülünk, és egyértelműen, hiszen itt ez már csak formalitás. NB2-re készültök, a stadion építés miatt a hazai mérkőzéseket Gyulán játszátok. Igen. Ez meddig folytatódik így, amíg nem lesz új stadion? Hát egy év távlatában gondolkodnak, hiszen elkezdődik a stadionépítés az ősz folyamán, és ha minden igaz, akkor az 12 hónapon, tehát a következő szezonra már készen áll. Ez a terv, hát azt, hogy tudják-e tartani, vagy különböző problémák adódhatnak-e ennek a folyamatában, azt nem tudom. Na most az év folyamán több akadémista is bekerült a csapatodba, mennyire váltak be, és mennyire számíthatsz a térségben a tehetségkutatás és az utánpótlásra ennél a szegedi csapatnál? Tehát, ahogy említettem, nagyon fontos számunkra az akadémiával való együttműködés, hiszen a legjobb befektetés, hogyha neveljük a játékosokat a saját csapatunkba, és nem különféle opciókkal, vásárlásokkal érünk el csapatfeltöltést, tehát a játékosok létszámának a növelését, és ebben az évben bebizonyosodott, ugye, hogy lehet a tehetségekre számolni, hiszen elég sokan kaptak lehetőséget. Többször is, nem csak egyszer egy mérkőzésen, hiszen ahogy említettem, az ősz folyamán ugye mennyiségileg és minőségileg is kevesen voltunk, akkor több szerep jutott nekik, és azt mondhatom, hogy az alatt, a fél év alatt tartották a csapatban a lelket, hiszen lőtávolban maradtunk a fél év távlatában, és utána valóban egy kicsit háttérbe szorult a szerepeltetésük, de amikor játszottak, ami azért nem volt kevés természetesen, akkor bebizonyították, hogy lehet rájuk a jövőben is számolni. Felkészült a klub anyagilag is a másodosztályra? A jó Isten segít, vagy lesznek más támogatók is? Hát nyilván megvan a háttér, hiszen akkor nem vállalhatta volna a csapat a másodosztályú szereplést. Nyilván a vezetőségnek is vannak teendői, úgy, mint nekünk is a szakmában. Szponzorkeresés, ugye van támogatás a szövetségtől és a televíziótól is. Én úgy gondolom, hogy meg lesz a megfelelő háttér. Eddig is megvolt, és talán ennek is tudható be, vagy ez az egyik fő ok is, hogy azért a csapat egészen jól szerepelt. És te mit vársz, és milyen célkitűzésekkel indulsz neki a másodosztálynak, látva az ottani erőviszonyokat, meg a konkurenseket is? Hát a hírek, ha igazak a hírek, már pedig remélem, hogy az akkor egy elég erős másodosztály
fog a következő évben szerepelni. Másodosztályú csapatok közül ugye rengeteg jó hírt hallani, hogy az investáció megtörténik a különböző kluboknál. Ez mindenféleképpen, ha jó helyre megy, akkor a fejlődés szolgálja a minőséget és a szintet emeli. Én nagyon örülnék annak, hogyha ez így lenne, hiszen ha előre szeretnénk haladni, akkor csak a minőséget és a mennyiséget is képviselni kell már mérkőzés számában. Elek, azt lehet mondani, hogy fontos céljaid között van, hogy egy NB1-es Szeged kispadján üljél? Hát belátható időn belül? Hát természetesen, hiszen az embernek céljainak kell lenni, hogy fejlődjön és jó úton haladjon. Természetesen a realitás szem előtt tartva gondolkozom én legalábbis. Nem biztos, sőt, nagy a valószínűsége, hogy kell még építkezni és a lépcsőket fokozatában venni ahhoz, hogy az NB1-es csapat legyen Szegeden. Hagyományosan jó kapcsolatotok van a Fradival. Onnan érkezhet erősítés? Hát ezt úgy gondolom, hogy itt az előbb említett Soroksának nagyobb sansza van a Ferencvárosban játékosokat szerződtetni vagy kapni kölcsön, hiszen közöttük erősebb a kötelék, egy fiók csapat lévén szó. Ebben a szempontból szerintem ők előttünk vannak. Hát és hogy kérdezlek, mint fradista, ugye a Ferencváros a Sliema Wanderers csapatát kapta az Európa Liga első körében. Ez egy kötelező továbbjutás, még akkor is, hogyha itten Máltán ennél a csapatnál új befektető hatalmas terveket ígér, például Paul Inst edzőnek és Mikael Szilvesztrét a csapatba. De hát ezeket a máltaiakat le kéne győzni a Fradinak, nem? Hát ugye mostanában elég sokszor elhangzik az, hogy már nincsen könnyű ellenfél. Ez valóban így van, de én úgy gondolom, hogy minden tisztelet a máltai törekvéseknek és a futballnak. Én azt hiszem, hogy azért a Ferencváros jobb csapat, mint a máltai, és ha kötelezőnek nem mondható a győzelem, mert azért azt nagyon nehéz kijelenteni, egy biztos, hogy ezen a körön egyértelműen tovább kell menni. És hogyha tovább menne a Fradi, akkor jönne a Rijeka, hát az már egy keményebb díj, nem? Hát az már közel, ugye láttuk, a horvát futballból kaptunk ízelítőt itt a világbajnokságon is, egy hihetetlenül dinamikus és erőszakos futballt játszó csapat, amelyik még nincs hiány a kreatív játékosoknak se, tehát az már nyilvánvalóan egy nehezebb összecsapás lesz, de a Ferencvárosnak a játék erejét és a törekvéseit, amit most lehet látni az igazolások terén, én azt mondom, hogy pozitívnak kell ítélni, és hogyha ezeket a dolgokat ugye egymás mellé rakjuk, akkor én azt mondom, hogy simán van ott is esély, főleg, hogyha már lassan majd az új stadionban is tud a csapat szerepelni. Hát az új stadion az egy nagy előnyt jelenthet a nemzetközi porondon szerinted. Ez a tovább erősített Fradi meddig juthat el idén? Hát a jó Fradi, amelyik ugye támogatását évezi a szurkolóknak, nagyon sokáig el tud jutni, de hát nyilván vannak ellenfelek is, akik ezt megpróbálják majd megnehezíteni. A lehetőség adott, hiszen a csapat elérte azt a pozíciót, hogy megmutathassa magát újra Európában. Én remélem, hogy tudunk is vele élni. Most, hogyha elnézzük a többiek sorsolását, Diósgyőr szintén máltai ellenfél, a BL-ben a Debrecen északi riválist kapott, hát a Győr viszont majd valószínűleg a Göteborga kerül szembe, de egy biztos, alig ha eshet meg az, ami tavaly, hogy itt a nyár végére nem áll magyar csapat, nem? Hát egyértelműen, hiszen még egyszer mondom, hogy nincsen előre lefutott mérkőzés, de ezek az ellenfelek, ezeknél a magyar csapatok jobbak. Tehát ezt viszont ugye a pályán kell majd bizonyítani, beszélgethetünk itt róla nagyon kellemes hangulatban, de azt én nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy megtörténjen még egyszer az, ami a múltkor volt. Ha nézed az élvonal nemzetközi porondra kilépő csapatait, melyiktől vársz legmegbízhatóbb és legtovább tartó szereplést a nemzetközi kupákban? Hát én úgy gondolom, hogy mindenkiben benne van ez a lehetőség. A Debrecen nagyon erős évet zárt, ugye a Győr hatalmasat hajrázott, a Ferencváros is alakul, a Diósgyőr szintén a hazai szurkolóira és
a csapat erejére azért csak támaszkodhat. Egy nagyon jó négyes ez, és lehet a labdarúgást szídni, de én azt gondolom, hogy ezek a csapatok azért bemutatták azt, hogy lehet jól igazolni, lehet eredményt elérni, és itt van a lehetőség, hogy egy picit azért ezt újra a szurkolók felé bemutatni. Ennek utolsó kérdésem, világbajnokság nézed, kiktől lehet a legtöbbet tanulni edzői szemmel? Hát ez érdekes dolog, hiszen már a jó volt a kérdésed, hogy edzői szemmel nézi már az ember nem szurkolóként. Én mindenkitől, ugye a németektől azt a hihetetlen nagy racionalitást, fegyelmezettséget, de én még mindig azt mondom, hogy ha igazán az ember futballt akar látni, azok a dél-amerikai csapatok, akiknek az arcára van írva az a hihetetlen szenvedély, az a játék szeretet, amiért ezt érdemes csinálni, még akkor is, abban az esetben is, hogyha el tudnak bukni 8-at döntőbe, vagy 4-et döntőbe, vagy akár egy szép csel miatt még képesek feláldozni ezeket a dolgokat. Náluk is azért már lehet tapasztalni, hogy nagyobb a fegyelem, mint régen volt, tehát ezért jók ezek a meccsek, hiszen minden oldalról lehet látni minden aspektusból különböző válogatottat, de én még mindig a dél-amerikaiakat favorizálom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jó munkát Szegeden. Én is köszönöm.